Közügyek. Hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Terika podcastja. Csernyeki Lászlóval beszélgetünk, aki a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Heves és Nógrád vármegyei elnöke. Hát azt hiszem, hogy ön már sok főzésen jelen volt, és hát sok mindent főzött már egész életében. Most talán ugye ön a szabadtéri lovagrend kancellárja is, és talán pont ennek van itt most az ideje, hogy szabadtéren süssünk, főzzünk. Nos, milyen tanácsokat tud adni azoknak, akik éppen szabadtéren szeretnének valamilyen főzést rendezni? Kedves hallgatónk, igenis, a szabadtűzi, hagyja egy kicsit, szabadtűzi lovagrendnek vagyok ott a főkancellár, illetve a kancellárja. Ez azt jelenti, hogy szabadtéren, Bográcsba, Nyáson, Roston, Kardonsülteket, Kemencébe sülteket, mindent, amit lehet, azt mi pártoljuk, és szeretnénk a régi időkhöz visszanyúlni, és azokat a népszokásokat. Emlékezünk csak vissza, amikor a nagymamáink kemencébe sütötték a 3-5 kilós kenyereket, és a gyerekeknek is buszit csináltak, és akkor ott csináltak kenyérlángost, a langalót, vagy tökipompot, ki hogy ismeri, azt miért felejtettük el? Azért, mert nincsen kemencénk, nem sok helyen tudunk. Na, mi ezeket szeretnénk is tápolni. Rengeteg szabadtéri, szabadtűzi főzőverseny van, úgyis az emberek így próbálnak meg kikapcsolódni. Szinte minden településen van már egy-egy. Régebben utána néztünk, hogy szinte az ország egész területén 10 000 főzőverseny van már egy évben, ez már szinte kezelhetetlen, de hát minden falu dolgozkodik a sajátjához, plusz más rendezvények. És ilyenkor egy-egy településen előjönnek a települése jellemző ételek? Igen, mi azt javasoljuk, aki minket megkeres, mármint a szabadtűzi lovagrendért, vagy személyesen engemet is, ugye, hogy valami, ami a régi ételek voltak, vagy valami a településre jellemző. Hagyj említsek egy példát, itt van például Boldva. Boldva nagyon híres mondás, hogy tetejével, mint Boldva az aludtejet. Hát nem véletlenül, már 9. vagy 10. nem is tudom, hanyadik aludtej fesztivált csináljuk, és e köré rendezzük a versenyt. Olyan ételeket kell főzni, amiben valahogy valamilyen úton megjelenik az aludtej. Az aludtej művész neve ugye a joghurt, a sima natur joghurt, de régebben emlékeznek a kedves hallgatók is, hogy az aludtejet mi mamáink korában olyan szívesen megettük egy kis kenyérrel, nagy aludtejes fazékból, köcsökből ki, hogy hűtötte azt le. Olyan jó ízű volt, és nagyon jól tudtuk lakmározni belőle. Hát milyen ételek vannak, amiben aludtej kell? Hát ha átfordítjuk úgy, hogy joghurt, akkor már sokkal jobb, több embereknek, főleg itt salátákra gondolunk, meg öntetekre gondolunk, hasonló, de az ételeket is, például a havarásunkat aludtejjel, művész nevén joghurttal fogjuk készíteni, kicsit másabb, lágyabb ízt kap az egész. Mert az emberek mindig meg voltak ittve. Ha már ezt az aludtejet kibontottuk, egy picit szeretnék belemászni ennek a közepébe is, mert ugye megkérdezik a gyerekektől, hogy nem tudják, hogy csinálják a túrót. Hát jön a nagy válasz, hát túra, beszük a boltba. Na, itt jön közben az aludtej. Ugye a aludtejet igazi jó házi tejből tudjuk csinálni, és amikor megaludt a tej, akkor azt van még igazi jó házi tej? Ahol tehenek vannak, meg piacokon lehet kapni, akkor a házi emberek, háziasszonyok kimérik, oda kell menni érte az igazi házi tejekért, mert már csak az lehet ott, akkor nem főzik a zsíros tej, ahogy hívjuk, meg hasonló. Na most ezt a tejet megszermányoltuk, megaltattuk, ugye ez sokféleképpen lehet, vagy magától, vagy egy kis savképzőt teszünk bele, meg van az aludtejünk. Ezt az aludtejet feltesszük a kályha szélére, egy pöttyögő, és hát masinát szoktunk régen használni, de most már ilyen nincs a gázon, a legkisebb lángon feltesszük főzni. Éppen, hogy 68 fok a pöttyögő rész, hogy egy óráskát, másfél órát hagy főjön, akkor megfőtt az aludtejünk. Ugye leszűrjük az aludtejet egy ilyen gész hálószerűségbe, felakasszuk, csorog kifelé, ugye kicsorog a savó. Ami benne maradt, az a túró. Azt fogjuk mi a rögös túróként használni, amit itt meg is szeretném jegyezni zárójelbe, például a franciák nem is használják a túrót, a rögös túrót. Nem tudom miért nem, ők ezért nem jó. Ugyan, mint a főzeléknél és rántáshavarást egyedül Magyarországon csinálnak a főzelékek. Ez mindenféle eszközzel csinálják, de csak magyar étel a igazi rántott habart főzeléke, pedig milyen finomak lehetnek ezek zárójel bezárva, visszakanyarodok a túróhoz. Tehát akkor megvan a túrónk és a savó. Na most a savót, ahogy megvan, ezt mi visszahelyezik a tűzre. Főleg az erdélyiek csinálják, ha szintén a 70 fokon hozzákezdjük tovább főzni ezt a sárga színű savót, tettünk hozzá egy kicsike savanyító eszköz, valami citrom, savanykás, valami, utána kell nézni, bármilyen savanyító eszköz jó hozzá, ha szépen pöttyögve főzzük, egyszer csak ilyen sárga valami feljön a tetejére. Na most ez az orda, vagy más néven zsendice. Nem tudom, hallottak-e, mert most hallgatunk az ordás palacsintáról. Na innen származik, ez az orda. Meg az olaszok hívják zsendicének, meg a ilyesmiket. Tehát ezeket még már nem is tudjuk.
egyik aztán fiatal túl meg sem mertem kérdezni, hogy mi az az orda, mi a zsenice, abszolút nem. Ha már túróval sincsenek tisztában, akkor honnan tudnák az ordát meg a zsendicét? Én is azt hittem, hogy a zsendica az csak juhtejből készül. Akkor ezek szerint nem? Nem, tehéntejből is. A sajtgyártás, mert tulajdonképpen az orda az egy ilyen lágy sajtszerkezetű valami lehet. Ilyen, azért is csak a legalsóbb szinten vannak a sajtoknak, ilyen lágy kenyhető dologról van szó. De érdemes visszacsempészni az asztalra. Ezzel azt is akartam kifejezni, hogy annyira takarékosak voltak az erdélyi emberek, hogy még ezt is kifőztek, ezt is kitalálták. Nem dobtunk ki semmit, mindent felhasználtunk. És a zsendicét azt csak úgy megették főételnek, vagy előételnek? A zsendicét azt kenyérrel, tésztákhoz tudták adni, voltak olyan ételek, saláták, amiben szintén tudták tenni. Ennek külön, hát főleg az erdélyi konyhába kell utána nézni, külön receptek vannak hozzá, mert érdemes. Nálunk nem terjedt el, nem is tudom, hogy lehet valahol szerezni, nem foglalkozunk vele, de ha valaki Erdélybe nézen utána, hogy kóstolja meg ezt a zsendicét, vagy ordát tulajdonképpen. Itt azt hiszem Tardon szokott lenni kakasfesztivál. Nos, a kakasból hát miket főznek az emberek? Gondolom, hogy vége láthatatlan a fantázia szabcsak határt annak, hogy mit főznek egy szépen feldolgozott kakasból. Nagyon jó, örülök ennek a kérdésnek, mert Tardon velem kezdtük a kakaspörkölt főző verseny. Most már nem tudom, már teljesen más kiszállt lett, talán már nincs is meg, de pont most hétvégén Poroszlón kakas szépségverseny és kakasfesztivál fogunk. Itt a kakaspörköltből, hát a kakasnak ugye kemény, hogy is mondják, tömény húsa van a kakasnak, és jobb ízű, mint bármelyik étel. Az állatok közül például szoktam mondani, a tyúkból az igazi tyúkhústeves, újházi tyúkhústeves. Kakasból meg igazi pörköltnek, vagy paprikásnak szoktuk csinálni. Itt szintén megint szeretek ilyen kis zárójelget betenni, hogy mi a pörkölt, mi a paprikás között a különbség. Na mi? Mert kakas pörkölt, vagy kakas paprikás. Rögtön mondják rá választ, amikor kérdezel, hát a paprika, hát a tejföl van benne paprikás. Jó, mondom, de a paprikás krumpliban nincs tejföl. Hát akkor nem az. Szóval a elkészítési módja van között. Nagyon jól tudjuk a pörköltet, ugye úgy készítjük, hogy a hagymát lekockázunk, zsiradékba megfonnyasszuk, rátesszük a husikát, és hozzákezdünk pörzsölni, semmiféle vizet nem teszünk hozzá semmit, hogy bezáródjanak a rostanyagok, tehát a benne tartsa a hús belsejébe az ízeket, ezért pörzsöljük. Majd ha mondjuk olyan főzési húst használunk, ami 3-4 osztályig fő, akkor az teljesen másképp, de elején mindenképpen pörköléssel kell kezdeni, perzseléssel. Enged egy kis vizet a kakashús? Enged, sajnos most már mindegyik enged, de azt majd látjuk főzés közben. Az elején semmiképpen álljunk ott, azt kevergessük gyorsan, de amikor majd látjuk rajta, hogy igényli, akkor tegyünk hozzá egy kis vizet is. Miért mondta azt, hogy sajnos most már mindenképpen enged? Igen, mert bármikor, akkor mondok egy példát, a saját értelemben készítünk, mit tudom, 40 kg húsból pörköltet, és feltettem, jó, úgyhogy vigyázzatok rá, megyek vissza ekkora, hogy hatalmas vízmennyiség van rajta. Melyik őtök tett a pörkölthöz vizet, ott mondtam, kiosztottam a kollégákat, hát senki nem nyújt hozzá, senki nem tett bele. Több mint 2-3 liter vizet, maga a hús kiengedett. Nem tudom hogyan, de sajnos ez előfordul nagyon sokszor, és akkor ilyenkor ezt le is kell inkább szedni belőle, majd utána pótoljuk, amikor szükséges. Ezek az ilyen kis konyhai fortolyok ezek. Ott tartottunk, hogy mi a különbség a kakaspörkölt és a paprikás igen. között. Visszatérve a paprikásra, a pörköltet tudja mindenki, hogy készítjük. A paprikás pedig az elkészítése mód, a paprikásnál egyszerre teszünk bele rétegelve. Tehát a hagyma, ha kell bele a zöldség, a hús, a fűszerek hasonló, és azt majd összekeverjük, összerázzuk, és az egyszerre fő minden benne. Tehát nem külön, mint a pörkölni, nem pörzsöljük, hanem egyszerre. Például, hát hogy is mondja, most éppen lesz a birka pörkölt főzőverseny. Itten ugye, már többször voltam, hogy 600 féle birka pörköltet kell kivégkészíteni, szinte egy egész nyájat, mert a birka is olyan, mint a paca, ha valaki szereti elmenni a világ végére is érte, ha nem, akkor még a másik oldalra átmegy, nehogy meg kelljen neki kóstolni. Tehát a birkát is ugye úgy készítik, hogy ők nem bográcsot, hanem öntött vasüst, ilyen kullábost használnak hozzá, ilyen lábakon álló lábost, és akkor beteszik a csontjait, a fejét, és akkor rétegelve a hagymát, a húst hasonló, és ez a pörkölt paprikás volt készít. És utána teszik be majd a piros paprikát, meg az ízesítő anyagokat, amit kell levetenni. A birkának van egy különleges fagyú íze, már hogyha a birka és nem bárányról beszélünk. Le kell szedni ezt a fagyút, vagy van, aki úgy szereti, hogy belefőzi a birka pörköltbe?
öreg régi juhászokkal beszélgetem pontosan ezen a nagy versenyen, ami Karcagon van, ugye Karcagi Birkapszor körfőző versenyről beszélünk. Hát aki életét ezzel csinált, amikor kint a szabadban egy-egy birka, amikor megbotlott, azt ők bizony-bizony levágták és megették, ők esküdnek rá, hogy hagyjunk rajta egy kis fagyúist. Én megmondom őszintén, ne hagyjunk rajta, mert amúgy is van tényleg egy kis fagyú íze neki, és ha nem szedjük le, akkor az külön, vagy is mondjam, szeretni kell az ételt, hogy azt meg tudjuk enni, mert a fagyú az a fagyú íz. Holott megint, ha maradjunk a kis zárójelesi dolognál, nem tudom, tudták-e a kedves hallgatók, hogy fehér csokiból lehet, hogy titkokárólok el, egy kis fagyú is van benne fehér csokoládé készítésnél. Ne mondja már, mert nem fogom megenni már legközelebb. De ez Bettista gyárja készített, nagyon odafigyelt dolognál van rajta. És az miért van a fehér csokiban? Én azt nem tudom megmondani, a csokoládé készítés technológia tartozik hozzá, de azt tudom, amikor a birkapörkörből meg kell készíteni. Hát 50-60-ot szoktunk megkészülni, megkóstolni például ebből a birkából. Többet nem lehet egyszerűen, mert birkát hidegen, langyosan nem lehet kóstolni. Az a kis bizonyos fagyú mennyiség csak benne marad, az feltapad a kóstolás a szájpadlásunkra, és annak kezdve semmit se érzünk. Tehát mindig úgy kóstoljuk oda egy mikro, ha már várni kellett a kóstolásokkal, mert sok versenyző hozta be a kóstolót, akkor azt mindig meg kellett melegítenünk, mert csak melegen lehet kóstolni birkát. Emiatt a fagyú miatt. Mindig csodáltam önöket, mint zsűriket, vagy zsűritagokat, amikor egy-egy ilyen főzőversenyen megkóstolnak 50-60 féle ételt. Hát hogy lehet különbséget tenni ennyi étel között? Akkor megint egy kicsit eldicsekedek, ugye több mint 22-23 éve csinálom ezt a szakmát, és több mint 500 versenyen már túl vagyok, mint hogy zsűriztem, ez kimondani, és akkor még megint egy zárójelet, ezzel 23 év alatt én 100 ezer féle ételt kóstoltam végig, de persze benne vannak a sütemények, a pogácsák, az ételt, de ez kimondani is nagyon sok, hogy ennyit végig kóstolni. És akkor kérdik tőlünk, először például ott vagyunk a kolbásztörtő versenyen, Békés Csabán, ahol akkor még csak 380 féle kolbász volt. Kiraktak nekünk 380 féle kolbász, na, kóstoljuk meg. Hát de ha csak egy centit megeszek belőle, az 3,80 centit, hova teszek én ennyit? Na ez egy más kategória, ott másképp csináltuk a színre, a töltés minőségére, meg egyéb ilyesmire hegyeztük ki a dolgokat, de a pörköltekni ilyesmink, a 60-70 bizony végig kell kóstolni. És mindig kérdezik, hogy akkor itt a kérdés bejön, hogy lehet ezt végigkóstolni. Úgy tudjuk végigkóstolni, ez egy kis szakmai rutin kell. Tehát mindig a pörköltnek a szaftját keressük el, ha fogadjuk a zsírt róla, mert ugye minél jobban hűl a létre, rögtön feldobja a zsírt a tetejére, valahogy mi azt elhasogatjuk, és a szaftjából kóstoljuk, meg a szaftjában benne van. Ha édes, akkor valószínű, hogy sokkal több vöröshagymát tett bele. Ilyenkor azt szokták mondani a versenyt, mi szeretjük tunkolgatni, szeretjük a pörköltet, majd kenyeret belemártogatjuk, milyen jó az, teszünk bele jó sok hagymát. De kérem szépen, egy kiló sertéshúshoz maximum 20 deka vöröshagymát tegyünk, ne tegyünk többet, mert átbillen. Édessé fogja tenni az ételünket. Olyan is lehet, mert például, amikor teszik bele a paradicsomot is, akármennyire savanyú paradicsom, az is édességet fog okozni a végén, és amikor kóstoljuk a lévi, mintha cukrot tettél bele, kérem a versenyzőtől, hát nem többet lehetne, de elfér. Tehát úgy csináljuk, hogy maradjunk a 20, maximum 25 a hagymánál, és akkor mi ebből a kanál kóstolásnál rögtön érezzük, tehát édes, tehát sok hagymát tett bele. Ha keserű, azt már illatán is, még ilyen orakozmáta. Tehát, ha összevisz a fűszerézek vannak benne, akkor jót akart és televágta, szinte egy fűszerkertet csinált bele. És az se jó. Ne, csak amennyi belevaló, egy dekával sét, egy nem jobbítja az ételt, sőt, inkább elrontja az ételünket. Mindenképpen azt mondom, inkább... És sima pörkölben milyen fűszerek kellene? Alapvető. Borsó. Borsó. Fokhagyban vegyük fűszernek, vegyük borsó. És fokhagyma, kész. Meg a piros paprika, majd akkor attól függ, hogy ha a sötét húsú marha valami, akkor az a végén teszünk bele, a pörkölteknél a sima sertés, vagy kakasnál, vagy a kakasnál menne, az is két és fél ország főhet, hanem most kis csirkénnel, ami 40 perc alatt megfő, abból is az elején tudjuk beletenni a piros örölt paprikát. Úgyhogy ezeket meg tudjuk kóstolni az ízén. Aztán nézzük a hús darabolását, hogy van hasonló, össze-vissza, tele van csoncilánkkal, meg hasonló. Egy egyszerű példa, ha már nem is a főzőverseny, nézzük azt, hogy jut eszembe a kocsonya. Most nincs idénye, de akkor is van. Ha a kocsonyát megfőzzük, megígyül a zárójel, 2-3 óra nem lehet kocsonyát főzni. Az 6-8-10, van, aki 12 óráig is főzi a kocsonyát, zárójel bezárva. Az alatt a benne lévő körömfarok, akármiből csináltuk, az helyesen úgy elfővé, hogy a csontokat szedjük már ki belőle, úgyis benne marad. Ne tegyük ki csontostól, köröm darabkát sem. Egyrészt szegény vendég eszi meg, hova tegye a csontját, nem akar köpködni, szóval nagyon ráharap véletlenül. Kellemetlen az ember. De ha szépen,
elővesszük, beleteszik az aljára, szoktuk mondani kicsit a saját levével, mondjuk jó, ragacsos már a kocsonya, oda ragasszuk, tehát egy kis levet alá, kiviszük a hűsösebb ragy a hűtőbe, oda ragad úgy rá, hogy ne lógjon ki a teteje, mondjuk a tetejé utálásnak kicsit oda fog keményedni, megbarnul, csúnya lesz, tehát mindenképpen lepjel ez a fedél, tehát a lé lepjel magát a húst is. Ezek ilyen szakmai tanácsok, ugyanakkor visszatérve megint a zsűrizésre, tehát szín, illat, zamat, fűszer használata, de le szoktuk venni az újítás is, mert most már egyre több versenyző rutinosan mondja, hogy pörkölte, hogy nagymamám készítette. Akkor eltér. Az alapoktól nem tud eltérni, mert a fűszerek ott megvan, az benne kell, hogy legyen. De ha ő tesz bele olyat, hogy a nagymamám azt mondta, hogy tegyek bele bazsalikomot, hát Istenem, nem odaillik, de akkor most nagymama féle bazsalikos pörköltöt keresünk. És a bazsalikom mibe való egyébként? A bazsalikom, hát bárányételekhez inkább, ilyen, hogy is, könnyű húsú, birka, bárány, mit mondjak még hirtelen, nyúlhoz. Ön ilyen, egyébként nem híve ezeknek az új fűszereknek? Van ilyen, hogy mézes, mustáros fűszerkeverék, meg nem tudom, többféle, amit már eleve ugye a gyárak kevernek össze, nem híve ezeknek? De egyrészt híve vagyok, másrészt maradjunk a fűszerkertben, mamáinak ott volt a bazsalkon, kapufű, tárkon, csombor, a kertbe csak kiment és leszakította, ennek teljes mértékben híveik vagyunk. És annak a mézes mustáros dolgot, nem a ilyesmiknek, annak pedig az újítás miatt nagyon is jó dolog. Kísérletezünk, mindig kérdik tőlünk, hogy miért a férfiak, a nagy sapkás szakácsok, mert hát ezért kép szépen férfiak oda keverik. Szegény anyukámnak csináltam egyszer egy jó korhelyi halászlét, tehát tejfőr, mustár, citrom, babérlevél, mondom. Hogy a fiam, én ezt meg nem eszel. Megcsináltam neki, hú, de jó. Tehát attól fél, hogy a mustár, meg a tejföl, meg egy, tehát ma is alapokat veszünk. Hát van szakmai dolog, amikor hőkigyelit is kell használni, arra odafigyelünk, hogy ne legyen gusztustal az étel. De egy-egy ilyen verseny kapcsán, ilyen szabadtűzi verseny kapcsán van valami előírás? Tehát önöknek, zsűriknek van egy előírás, vagy egy közös megegyezés, hogy mit néznek ízlelésben, akár a küllemre, tehát hogy azért eldöntik előre, nem? A zsűri team, ez általában összeszokott team, vagy ha nem, akkor előre megbeszéljük, hogy ennyi pontszám, ilyen pontszám, és ezt nézzük. Meg szoktuk beszélni, ó, észrevettel adakozmát, ó, nekem valami külön fűszer, keressük meg valamit fejbe, hogy mi odavaló. Hát ha nem odavaló, akkor körbe lehet, megkérdezzük a versenyzőt, hogy miért tetted bele, beleesett véletlenül, vagy próbálkoztak úgy is, hogy odakozmát, odaért, áttettek egy másik erénybe, azt úgy hozták ki. Persze, hogy észre, akár mit csinál vele, észre lehet venni. Olyan is volt már nem is egyszer, hogy két felé dálták az ételt, és úgy hozták be egyik, és a másik, hogy kétfajta. 95%-ban észre lehet venni, de ott az 5%, akkor nem fogom észrevenni. És a hány száj, annyi íz, mit tettem előtte, nekünk is vigyázzunk, szóra vagy iszunk közben, hogy lekísérjük, csak egy kis kanállal, csak egy kis mennyiséget, mert 60 féle pörkölt, 60 szem pörkölt hús, már az is ott van, több mint egy kilónál, ugye az ember gyomra véges, nem fogjuk tudni végkóstolni. Tehát vannak ilyen szakmai rutinok, hát hogy mondjam, 500 verseny után már csak van egy kis rutinom, hogy kell, mit kell, hasonló. Egyik dolog. A másik része, nem csak a zsűrinél, a versenyzők is. Nagyon sokan szeretnek menni főzni. De a versenyzőket nem bántjuk meg semmiképpen. Mert legközelebb nem jön meg. Miért fennhordja az órát? Mit tovább tanácsolgat nekem? Kellemesen, udvarjasan elmondjuk, te figyelj, nagyon jó ez így, meg fogjuk enni, el fog ezt, hogy minden. De legközelebb így csinál, ezt tartsuk be. És akkor megfogadják. Sokan, 99. Megfogadják. Mert jönnek. Ezeknek egy olyan, a főzőverseny egy olyan, hogy is, kirepül a lelkük a szabad, a bogrács mellé, és akkor ott vannak, ott beszélgetnek, megváltják a világot, alig várják már, hogy szomszédnak kocincsanak, és akkor egy kicsit elfelejtem minden a sűrűségét, és akkor ez ilyen feloldás, és el van nekik, bocsánat, határozva az, hogy ők annyi pénzük van, hogy ne felejtsük, hogy nem kis pénzbe kerül nekik, hogy benzin, nyersanyag, úti költség, kasztal dísz, meg az, meg az. Tehát az rá van szám, mi 10-re tudunk elmenni, kinézik a listából az országot, ide-oda el tudunk menni, és ott mindig megjelennek. Aztán a kicsi sorú, vagy meghívják egymást, vagy hasonló, de én úgy szeretem, ez olyan barátság kötetnek, hogy sehol nem találkoztak, itt találkoztak, aztán alig várják, hogy Józsi bácsi jön, már aha, ilyen bort csinál, ó, Józsi bácsi, mi van a kakasfal otthon, él még, vagy, tehát olyan beszélgetések, barátságok szövődnek, hogy ez nagyon tetszik nekem például. Bétót Erika beszélgetését hallották.